Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, szerelmi üzenetet nézünk meg. Ebben a videóban mi várható az érzésekben, a gondolatokban, hogy áll most a párkapcsolat, és a fő kérdése az lesz, hogy miben bízik a párod a változást illetően. Mi az, amiben reménykedik, mik azok, amik foglalkoztatják a jövővel kapcsolatban. Nézzük meg első kérdésként, hogy hogy áll most a kapcsolat, milyen energiák vannak most a kapcsolatban. Az ördög az hatalmas kísértéseket jelent, hatalmas szenvedélyt jelent, és a botok királynője is hasonlókat mutat. Az ördög az a ragaszkodást is jelenti, amikor függőségben érzed magad, vagy a társad függőségben érzi magát a kapcsolatban. Óriási nagy tűz, szenvedély van a kapcsolatban, ami szinte elszakíthatatlan kötelékként ott van közöttetek. És mellette még a botok királynője is azt jelzi, hogy nagyon erős akarat is van bennetek, hogy ezt meg tudjátok tartani, ezt a kapcsolatot. Az ördög lapja egyben figyelmeztetés is lehet, hogy függő viszony is lehet. Van, amikor ez nem is igazán jó, mert már fullasztóvá válhat, lehet benne féltékenység, lehet benne félelmek az elvesztéstől, és hát a soha nem jó az irány, amikor ebbe az irányba megy a kapcsolat. Tehát ez figyelmeztetés is. Először azt nézzük, hogy hogyan érzi magát ő. Akadályoztatva érzi magát a cselekvésben. Ott lenne benne az akarat, a tűz, a szenvedély, szeretné, hogyha lezárulhatna most egy életszakasz az életében, valamit szeretne befejezni, valamint szeretne túllépni, de akadályoztatva van. Olyan, mintha energiahiányos állapotban lenne, nem érzi magában a kellő erőt ahhoz, hogy változtasson. Nézzük, hogy te hogy érzed magad. Nagyon mély érzéseid vannak, de azt éled meg, hogy nem tudod kimutatni, nem tudod megélni ezeket az érzéseket. Ha volt közöttetek negatív életszakasz, viharos életszakasz, akkor nem tudod ezt elengedni, elfelejteni, nem tudod lezárni, és nem tud jönni az a kiteljesedett új, amire szükség lenne. Nagyon sokat gondolkodhatsz ezen, ami még félelmeket is kelthet benned. Azt élheted meg, hogy korlátozva vagy, hogy el vagy zárva a megoldástól, hogy nem rajtad múlik a megoldás, és ez a negatív gondolati spirál, ez még jobban belevihet abba, hogy nem a te kezedben van a megoldás. Hogyan érez ő irántad? Azt nézzük meg. Nagyon mély érzései vannak, de kevésnek érzi a kapcsolatotokat, többet szeretne, magányosnak érezheti magát, amikor rád gondol, akkor megéli a magány, az egyedüllét állapotát, és mellette a kelyhek királynője, a remete lapja mellett, az azt jelenti, hogy azért nagyon mély érzései vannak. Úgy érzi, hogy te vagy az a nő az életében, hogyha itt férfiról van szó, aki empatikus, érzéki, akivel kapcsolatosan nagyon mély érzései vannak. Kevésnek érzi a kapcsolódást egyébként, biztos, hogy többet szeretne, többet találkozni, többet beszélni, több legyen a kommunikáció. Visszavonultságot él meg. Ez lehet egyébként tudatos visszavonultság is, amikor nem mutatja ki úgy az érzéseit. Különböző okokból is lehet ez. Van, amikor ilyen típusú valaki, hogy nem nyílik meg teljesen a másik előtt. Nézzük, hogy miből adódik ez. Döntést kell neki hozni ahhoz, hogy ki tudjon lépni ebből a helyzetből, ebből a visszahúzódott helyzetből, és még nem határozott ebben a kérdésben. Nézzük, hogy te mit érzel iránta. Úgy
úgy érzed, hogy nagyon sok erő kell ahhoz, hogy ez a kapcsolat ez működni tudjon. Egyébként ott van a mély érzések, a mély szenvedély, az a fajta szenvedély, ami ilyen ösztönös és nagyon mélyről fakad, és örömtelinek érzed ezt a kapcsolódást. Olyanok ezek az érzések, amik hosszú távon ott vannak, és stabilan ott vannak benned, és úgy érzed, hogy ehhez nagyon sok erő kell, mindent bele kell tenni annak érdekében, hogy ezt a sok örömöt, amit tudna adni ez a kapcsolat, hogyha ő ugye nem lenne ebben a visszahúzódott állapotban, hogy meg tudjátok élni. Az is jelenthet egy olyan helyzetet, amihez erő kell, amikor ki kell várni azt, hogy ő változtasson, és ő neki még ott van a határozatlanság. Nézzük azt, hogy ő mire gondol most a kapcsolattal összefüggésben, mik a gondolatai rólad, a helyzetről. Mint hogyha saját magával is harcolna, két lehetőség az ott van és ellentmondásos benne, és szeretné, hogyha átalakulna ez a helyzet. Az is benne lehet, hogy úgy gondolja, hogy majd alakul a helyzet, majd jobb lesz, és hogy neki ezért nem kell majd igazából cselekedni, majd átalakulnak a körülmények, de ez legtöbbször nem szokott így lenni, azért mindig szükség van a cselekvésre, de benne még ez egy ilyen ellentétes irányú gondolkodás van, hogy mit is tegyen, hogy mit is cselekedjen, mit tegyen meg, mit ne tegyen meg. Szeretné, hogyha kiegyensúlyozódna a kapcsolat, hogyha egyensúlyba kerülnétek érzelmileg, fizikailag. Ez lehet ugye az, hogy több legyen a találkozás, lehet az, hogy haladjon előre a kapcsolat. Nézzük a te gondolataidat. Hát úgy gondolod, hogy nagyon változatlan ez a helyzet, és hogy meg kell felelni ebben a helyzetben. Neked itt úgy tűnik, hogy a legnagyobb kihívás a számodra az, hogy nem igazán változik a dolog, az ő kettőssége miatt, az ő határozatlansága miatt, és úgy érzed, hogy ebben a helyzetben mindent bele kell adni ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot ezt tovább lehessen vinni. Nézzük az ő vágyait, mire vágyik ebben a kapcsolatban. Határozottságra, döntésekre, szilárd alapoknak a letételére, és olyan önbizalomra, magabiztosságra, amivel tud tenni azért, hogy ez a helyzet ezt tudjon változni, és ki tudjatok lépni az ismétlődő körforgásból, ami negatív, amikor nincs megoldás. Lehet, hogy már volt köztetek kapcsolat. Ez a sevelese nélküle kapcsolatoknál nagyon sokszor kiszokott jönni ez a kártya. És itt ugye fordítva van, tehát vágyik arra, hogy már ez megszűnjön, és szilárd alapjai legyenek a kapcsolatnak. Tudjon cselekedni, dönteni, határozni, ugye egy uralkodó az teljes mértékben tudja, hogy mit akar. És ott van mellette azért ott a két kettes lap, a kardok kettes, érmék kettes, tehát pontosan azért van ez így vágyak szintjén nála, mert nem éli meg a kétségei miatt. Nézzük a te vágyaidat. Neked is az uralkodó vágyként jelent meg, tehát a határozott alapok, a céltudatosság és az elindulás, a tenni akarás az, hogy történjen valami. Ez a harci szekér, a diadal szekér, azért kell hozzá a bátorság is, kell a határozottság, magabiztosság, minden, ami egy harcosnak a sajátja, és hát ez vágyként van ott, hogy már történjen meg, induljon el ez a folyamat. Még ha harcolni is kell, ugye idézőjelbe harcolni, akkor is történjen valami, és legyenek meg a stabilitásnak a feltételei, hogy ki lehessen alakítani stabil alapokat ebben a kapcsolatban. És mi a legnagyobb akadály az ő részéről? Ott
ott vannak a nagyon mély érzések, a szenvedély, a tűz, ott vannak az elképzelések, a vágyak, a határozott előrelépésről, de mégis ez ilyen kis gyermeki tervezés, ami ténylegesen megnyilvánul. Tehát ez a... Vannak tervek, vannak álmok, de hogy ez hogyan lehetne a valóságban, a fizikai valóságban is megteremteni, hogyan lehetne teljes mértékben elköteleződni, úgy tűnik, hogy az egyáltalán nincs ott nála. Az elköteleződés, mikor teljes mértékben kimutatja az érzéseket, és tesz is azért, még hogyha csak kicsi lépéseket, ez sincs ott. És mi a te legnagyobb akadályod? A botok hatos fordítva azt jelenti, hogy nem látod, hogy ennek sikere lenne, ennek a kapcsolatnak, hogy siker lehetne vinni. Az is lehet, hogy ez egy titkolt kapcsolat, hogy még nem vállaltátok föl, és nála is ez a kelyhek kettes ugye fordítva van, tehát ott vannak az érzések, de egyszerűen még nem tud ez megnyilvánulni. És ott van az érmék lovagja is a terészedről, tehát nem látod azt, hogy ez haladna valamerre ez a kapcsolat, hogy a stabilitás felé haladna. Nincsenek eredmények, nincs meg az a bizalom abban, hogy itt fog változni ez a helyzet. És akkor nézzük meg a fő kérdését ennek a kirakásnak, hogy miben bízik ő, mik a reményei. Ő abban bízik, hogy nem záródik le közöttetek ez a kapcsolat, hogy jönhet egy örömteli időszak, és olyan hirtelen változások jönnek az ő életében, amik majd meg tudják erősíteni abban, hogy tovább tudjon lépni, hogy tiszta lappal indulhasson. Ugye az elején ott a világ lapja fordítva van, tehát hogy még nem tudja lezárni azt az élethelyzetet, és reményként ott van a torony lapja, hogy magától meg tud történni. Olyan, mintha nem tudna tenni azért, hogy ez le tudjon záródni ez a helyzet, és éppen ezért reménykedik abba, hogy majd magától az élet elrendezi. Bízik abban, hogy lelkileg minél inkább tudtok kapcsolódni, és abban is, hogy meg tudja találni a logikus és racionális ötleteket ahhoz, hogy érzelmileg közelebb tudjatok kerülni egymáshoz. És végső soron bízik abban, és nagyon szeretné, és reménykedik abban, hogy az új, az igazi álmok, a vágyak meg tudnak valósulni közöttetek. Tehát reményei szerint majd tud áldozatot is hozni, hogyha a külső körülmények is úgy alakulnak, hogy segítik azt, hogy kialakuljon az új közöttetek. Az is biztos, hogy itt őneki gyökeres változás kell ahhoz, hogy közöttetek új szakasz induljon, és hogy jöjjön az örömteli megelégedettség. Tehát ő azért a külső körülményekben úgy tűnik, mintha jobban bízna, mint saját magában. És akkor nézzük, hogy merre tart ez a kapcsolat. Hát lehet, hogy fizikailag nincsen közöttetek találkozás, vagy nem lesz a közeljövőben találkozás, de az érzelmek sokkal inkább megmutatkoznak. Az érzelmi kapcsolódás. És a kelyhek apródja bár pici apró lépést jelent, de mégis azt mutatja, hogy jobban megmutatkoznak az érzelmek a kapcsolatban. Lelki témák szóba kerülhetnek, egyáltalán az érzések szóba kerülhetnek, ami lehet, hogy eddig nem volt jellemző. Jobban felvállaljátok az érzéseiteket, és mély beszélgetések is jöhetnek, illetve saját magatokról is nagyon sok mindent meg tudtok tanulni a következő időszakban. Kezdetleges közeledés is lehet, kedves gesztus is lehet egymás felé. Ha volt közöttetek vita,
Ha esetleg ilyen sevelese nélküle kapcsolatról van szó, akkor ez a békülést is jelentheti, a közeledést is jelentheti egymás felé. Ha nem vita, veszekedés után vagytok, akkor pedig az érzelmek megnyílását mutatja. Ahhoz képest, ahogy most áll a kapcsolat, ahhoz képest tudtok előrelépni. Remélem, hogy mindenkinek tudott valamennyit segíteni ez a kirakás. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és további csodaszép napot, estét kívánok mindenkinek!